Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot gyárva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Szeretett testvéreim, énekeljük el mi is ezt a zsoltárt, a 150. zsoltárt, a 150. zsoltár énekünknek az első versét. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Thank you.
Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz ő Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a Atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünknek igéjét. Ezen a héten kezdtük el Ezékiel próféta könyvét olvasni református bibliaolvasó kalauzunk alapján. Ezékiel próféta könyvének a harmadik fejezetéből olvasom az első 21 verset, amit imádságos szívvel leülve hallgassatok meg. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adott neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Azután ezt mondta nekem, emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszél, és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszélő és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rá. De Izrael háza nem akar majd rá hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izrael egész háza kemény fejű és konok szívű, de én ugyanolyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcú, és ugyanolyan keményé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keményé teszem a fejedet, mint a gyémán, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj és ne reszkess tőlük. Bizony, engedetlen nép ez. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe és hallgasd figyelmesen. Menj oda a fogságban élő népet fiaihoz, szólj hozzájuk és mondd neki. Így szól az én Uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ekkor fölemelt engem a lélek, hátam mögött pedig nagy, dörgő hangot hallottam. Áldott az Úr dicsősége az ő szent helyén. Az élő lények szárnyainak zúgása, amint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek kobaja volt a nagy dörgő hang. A lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Így kerültem Tél-Abibba, a fogságban élőkhöz, akik a Kebár folyó mellett laktak. Letelepettem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük 7 napig összetörve. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell vallnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnös, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem száma. De ha te figyelmezteted a bűnös, és ő nem tér meg bűnéből és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmentetted a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor én bukásának hozom, és ő meg fog halni. Ha figyelmezteted ő, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem szám. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmentetted a lelkedet. Eddig olvastam Istennek jó igéjét. Ezékiel próféta könyvének a harmadik fejezetéből és Istennek szent lelke, nyissa meg szívünket üzenetének befogadására, tudva, hogy boldogok mindazok, akik Istennek igéjét olvassák, hallgatják és tanítását befogadják az életükbe. Gyertek testvéreim, emeljük be!
elcsendesedni. Óhajtozom, Urunk, veled találkozni, téged hallgatni. Óhajtozunk előtted elcsendesedve elmondani neked mindazt, ami a szívünkben van, az örömünket, a boldogságunkat, a hálánkat, a köszönetünket, és elmondani neked a szomorúságunkat, a félelmünket, a kétségeinket, a keserűségeinket is. Óhajtozunk, mert tudjuk, hogy te nálad, mint szerető mennyei atyánknál meghallgatásra és odafigyelésre találunk, mert számodra fontos a mi sorsunk. De nem a mi őr állunk, hanem a mi szerető édesatyánk vagy, aki mindig azzal a gondoskodással, azzal a törődéssel fordulsz felénk, amelyik várja, hogy mi is szerető gyermekeit neked mondjunk hálát, és benned bízva kérjük. Ezt a lelket erősítsd meg bennünk, hogy így tudjunk rád tekinteni, így tudjunk előtted elcsendesedni, lélekben levonulni, adni azt, amit adhatunk, és kérni mindent, amire igazán szükségünk van. Tekints le rám, Istenünk, jöjj közénk, legyél a szükségünk ennek az órának, hogy gazdáljad a mi Isten tiszteletünkre. Jézus érdeméért kérünk, Atyám, az ige hirdetésére ének szóval készüljünk, és énekeljük el a 162. dicséretünknek a 7. versét, a 162. énekünknek a 7. versét énekeljük, prédikáltas szent igédet felséges. Már a
a szinte mindenki által megismerhető leírás annak, hogy mi az, amit ne egyél, amikor már idősebb vagy. Mi az, amitől tartózkodj, vagy kevesebbet egyél belőle, és mi az, amit viszont ehetsz, és ehetsz belőle többet, nyugodtan. A táplálkozás tudománya, amely olyan sok területén már megjelenik az életünknek. A kicsi gyerekek már tudják, amikor esik a sótlan ételeket az iskolai menzán, hogy azért nem ehetünk sót, mert az úgymond bizonyos mértéken felül már egészségtelennek van kikiáltva. És hogy már kicsi gyerekkorunktól kezdve oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, a testünk táplálkozására. És azok az emberek, akik kiválasztottak a Földön élő emberek közül, mert ők meg szeretnék mutatni, hogy általuk meg szeretnék mutatni egy-egy nép vagy nemzet, hogy a mi fiaink vagy lányaink a legügyesebbek, legerősebbek, legkitartóbbak bizonyos sportágakban, hát ezeknek az élsportolóknak a naponkénti étkezését olyan pontosan kiszámolva, olyan részletességgel megtervezve készítik el, amit szerintem egyáltalán nem szeretnénk a mi magunk földi életében. Csak azt ehetnek és annyit ehetnek, ami pontosan megfelelő ahhoz, hogy megmaradjon a testsúlyuk és megmaradjon az az erőnlétük, az az izomzatuk, amivel a legjobb teljesítményt fogják nyújtani azokon a világversenyeken, vagy akár az olimpián. És azt is megfigyelték már régóta, hogy kevés az, hogyha megvan a testi erőnlét, mert hiába vannak meg az izmoknak az ereje, a rugalmassága, hiába működik tökéletesen a keringés, hogyha valahol ott a lelkében valami rossz történik, tele van az a versenyző félelemmel, aggódással, bizonytalansággal, és a testi erőnlét mellett, és a testi táplálkozás szakértői, meg az edzők mellett, ott vannak az élsportolóknál azok a lelki vezetők, akik odafigyelnek a lelkükre, és próbálják növelni az önbizalmukat, próbálják csökkenteni a félelmet, az aggódást, hogy ne legyen az életük tele azzal a káros stresszel, amely nem a jót, hanem a rosszat fogja eredményezni. A mi keresztény életünknek Jézus Krisztus a lelki vezető. Az a Jézus Krisztus, aki azt mondja és azt üzeni, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Azzal és abból él a lelkünk, ami Isten szájából származik. Mert Isten úgy tervezte meg és úgy formálta a mi földi életünket, hogy alkalmas legyen elfogyasztani, és alkalmas legyen feldolgozni azt az életerőt, azt az energiát, amit szent lelkében elkészített számunkra. Van egy különös gondolat arra, hogy Isten az ő szent lelke táplálékához fejlesztett ki engem is és téged is. Ha belegondolunk, előbb volt a szél, meg a víz,
gőz, amihez elkészítették a gőzgépet, hogy a szénben lévő erő, energia felszabaduljon. Előbb volt a kőolaj, amiből benzint meg dízelolajat finomítottak, és megalkották hozzá azokat a motorokat, amelyek hasznossá tudják tenni a bennük lévő energiát. Előbb volt az a földben lévő hasadó anyag, amelyből az ember megalkotta azt az atomerőművet, amely a felszabaduló energiát hasznossá tudja tenni. Előbb volt az Isten szent lelke, amelyet beleadott, beleteremtett az embernek a testébe. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És Isten az ő szent lelkét, amelynek mint egy ős lelkét beleteremtette az ő szájából az ember testébe. Ezt a szent lelket nem úgy adta, mint egy konzervet, amely kitart évtizedeken át, hanem úgy adja, mint a mindennapi kenyeret. Úgy adja, hogy a pusztában vándorló zsidó nép is minden nap meg kellett, hogy keresse, minden nap össze kellett, hogy szedje az Istentől kapott ajándékot, a mannát. És amikor az Úr Jézus, az Isten kenyere eljött, akkor szintén nem beleborította az életünkbe azt az egy életre szóló kenyeret, hanem azt tanította, hogy úgy imádkozzunk a mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. Minden nap el kell kérni az Istentől a mai napi kenyeret, és ő megadja annak, aki kéri. Megadja azt, amire a legnagyobb szükségünk van, hogy jól lakjunk, hogy jól éljünk, hogy jól érezzük magunkat a testünkben. Táplál lelkedet Isten igéjének kenyerével. Több száz évvel Jézus születése előtt Isten azt a zsidó népet, amelyik erről elfeledkezett, és nem Isten igéjével akarta táplálni a lelkét, hanem elment a szomszéd népekhez, és azt mondta, mi a ti kenyereteket akarjuk enni, és ették a pogány bálványoknak a tanításai. Isten mindezt megelégelte is. Elküldte az ő népét a babiloni fogságba. Megengedte a pogány népeknek, hogy lerombolják a zsidók országát, lerombolják a templomukat, Jeruzsálem kőfalát, kifosztanak mindent, és a nép színe javát, a fiatalokat, erőseket, okosakat, szépeket, hasznosakat elvitték magukkal a messzi Babilóniába. Ám az Isten még ott is gondoskodni akart róluk, még ott is azon munkálkodott, hogy ti, akik hordoznátok az Isten büntetését ott, abban a messzeségben, ahonnan reményetek sincs, hogy hazatérjetek, én rólatok is gondoskodni akarok. És Isten az ott maradtak között kiválasztott magának egy fiatal ember. Ezékiel, akit arra a tisztségre méltatott, hogy te legyél az én prófétám. És Ezékiel természetesen tiltakozik Isten. Uram, én nem vagyok erre méltó, én túl fiatal vagyok, én nem tudok beszélni,
Valaki más kellene. Inkább valaki más küld, Uram. Ám Isten nem akar más küldeni, hanem azt, akit ő kiválaszt, meg tudja erősíteni. És hogy hogyan erősít az Isten, mi az Isten megerősítésének a receptje? Azt mondja, Ezékiel elé téve egy tekercset, az ő igényének a tekercsét, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem ezt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, törzs meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Isten igéje az életünk kenyere, amellyel nekünk is táplálni kell a lelkünket. Mégpedig nem úgy, hogy most nekiesek a Bibliának és lapunként megeszem, hanem úgy, hogy olvasom, úgy, hogy hallgatom, úgy, hogy befogadom az életembe azt, amit az Isten az igéjén, a tanításán keresztül üzen és tanít nekem. És hogy milyen az Isten igéje, milyen az íze. Soha nem ettem még papírusztekercset, amire koromból készített tintával írták a szöveget, az írást. De Ezékiel próféta, miután megette azt a tekercset, miután megtöltötte vele a gyomrát, az életét, azt érezte, hogy édes Isten igényének az édességét, vagyis mit fejezti az édes íz, a jó ízét, a kívánatos ízét, csak az az ember érzi meg és éli át, aki megtölti vele az életét. Aki nem csupán ízlelget, hanem valóban veszi a fáradtságot és megtölti vele az életét. És ez annyira nem jellemző. Olyan sokan vannak ma művelt, tanult emberek, akik egyébként kedvesek, jóságosak, és szeretnek sok mindent meglátni, megismerni. Sok mindenbe belekóstol, mert most egy ilyen világban él. Ma már utazni sem úgy megyünk, hogy megyünk egy hátizsákkal, egy zacskós tejjel, meg három kiflivel, és nézzük a világnak a csodáit, hanem ma már úgy utazik, aki utazik, ide tarpára is, hogy látni akarja az itt lévő csodákat, a freskókat, az ajtót, mindazt, ami akárcsak itt ebben a templomban, meg a templomon kívül található, ebben a faluban, a hegyen, meg mindenhol, de nem csupán látni akar, hanem ízlelni is akar. Meg akarja ízlelni, amit mi eszünk, különösen itt, ebben a faluban. Meg akarja kóstolni azokat a leveseket, azokat a réteseket, azokat a pálinkákat és azokat a borokat, amelyek megmutatják az itt élő emberek ételeinek, italainak a jó ízét. És a nagyvilágon járva és utazgatva, oly sokan vannak a látni és ízlelni akaró emberek között, akik meg akarják ízlelni az ott élő embereknek a lelki életét is. Megízlelni a hinduknak a lelki életét, megízlelni a buddhistáknak, vagy akár a zsidóknak, a más vallású embereknek a lelki életét.
Isten igéje azt mondja, ne ízlelves, mikor ott van előtted az élet táplálék, ott van előtted az én igény, és olyan sokan vannak, ahogyan elkezdtem magyarázni, akik nem akarják megkóstolni úgy, hogy egyenek belőle, akik csupán úgy nagyjából megízlelik a Biblia tanítása, hogy van egy, volt egy Jézus, aki meghalt, aki keresztre feszítette, de nem akarnak belőle enni, nem akarják elolvasni, végigolvasni, akár csak Jézusnak az élet, akár csak egyetlen evangélium elolvasására is odaszánni egy órát, vagy két órát, mert az már nehéz, az már túl sok. Rakd tele a hasad, és töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet én adok neked, amit Isten ad, azzal meg kell töltened az életed. És ha megtöltöd, akkor érezni fogod annak az erejét és annak a jó ízét, ami hozzá tartozik. És aki megismeri valaminek a jó ízét, az vágyakozni fog utána. Gondoljunk most egy ebéd előtt az általunk szeretett ételekre. Ha csak rájuk gondolunk, már elindul a nyálelválasztásunk, és már érezzük azt, hogy kezdünk éhesek lenni, és vágyakozni utána. Ha ezt érezzük az ételek után és iránt, mennyivel inkább megérzi a lelkünk azt, hogy hol van az ő táplálék. Azután ezt mondta nekem, emberfia, menj el Izrael házához, hirdesd nekik igémet, nem értetlen beszélő, érthetetlen beszélő és nehéz nyelvű néphez szól a küldetése, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszélő és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszélét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rá, de Izrael háza nem akar majd rá hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony Izrael háza kemény fejű és konok szívű, de én ugyanolyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keményé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keményé teszem a fejedet, mint a gyémánt, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj és ne reszkess tőlük, bizony engedetlen nép ez. Hol a legnehezebb? Isten igéjének a jó ízéről beszélni. Hol a legnehezebb Isten akaratát elmondani? Nem az idegen népek. Gondoljunk csak a 20. századnak azokra a misszionáriusaira, akik akár a II. Világháború előtt is, meg közben is mentek az indonéz szigetvilágba, mentek Afrika sötét dzsungeleibe, Dél-Amerika dzsungeleire és nyomortelepeire, és azt érezték talán, hogy könnyen itt hitre juttatni életeket, mint otthon, a saját hazánkban. Azokat, akiket a rokonaink, akik a barátaink, munkatársaink, barátaink. A legnehezebb missziói terület a házunk népe. Családtagaink, akik ismernek bennünket, akik ismerhetik a hibáinkat, a gyengeségeinket is. És ezért kiáll prófétát, a saját zsidó népéhez küldi el az Isten, de úgy küldi el a kemény fejű, kemény arcú néphez, hogy egyrészt megkeményíti a fejét, megkeményíti az arcát. Vagyis ha ők álhatatosak a hitetlenségben, akkor én még álhatatosabbá és erősebbé teszlek téged a hívő életbe.
menj és beszélj hozzá. Menj, emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen. Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, és szólj hozzájuk, és mondd neki, így szól az én Uram, az Úr. Minden szavamat, amit hallasz, amit elmondok neked, fogadd a szívedbe. Ne válogass, mint ahogy mi sem válogathatunk a Szentírás tanításai és történetei között, és nem mondhatjuk, hogy mi mindig csak Jézus akarjuk hallgatni. Mi nem akarjuk hallgatni már annyit Pál apostolnak a küzdelmeit, a fáradozásait, olykor a csüggedését, vagy nem akarjuk hallgatni az Ószövetségnek meg annyi nehéz történetét. Isten azt mondja, minden szavamat, amit rád bízok, azt vidd el. Mondd nekik, így szól az én Uram, az Úr. Amit én mondok, azt nem én mondom, hanem az én Uram, az Úr. És a lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Amikor különösen ma észak-amerikai vallási műsorokat nézünk, hát ott mindig ilyen fülig élő szájú, mosolygó embereket lát. Mindenki olyan happy és olyan boldog. Isten igéje azt az Ezékiel prófétát adja el, aki személyesen beszélget az előtte megjelenő dicsőséges Istennel. Még az Úr trónusának a pontos leírása is ott van benne Ezékiel könyvében, a legapróbb részletekkel. Majd megbolondultunk, amikor a teológián Ezékiel könyvének ezeket az első részeit kellett héberről magyarra fordítani. Hiszen még magyarul is alig lehet megérteni azokat a kerekekben forgó, benne lévő kerekeknek a leírásai, amit itt az első-második részben le vannak írva. Meg a szárnyaknak, meg a trónusnak, meg mindennek a leírása. És mégis itt ebben a nehéz igében az Isten, aki megmutatja magát Ezékiel prófétának, Istennek ez a látása nem azt eredményezi, hogy Ezékiel próféta rögtön megváltozik, és rögtön sziklaszilárd hitű, bátor hitvallóvá változik. Isten felemeli őt, és elindul vele, mint egy repülővel, vagy mint egy űrhajóval elindul a zsidó országából, és átmegy oda a Tigris és az Eufrátesz folyó környékére, a Kebár folyó mellé. Átrepíti a prófétáját. És miközben repül, aközben azt érzi, hogy mentem keserűen felindult lélekkel. Menten keserűen felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. És hát ez az evangélium. Hogy amikor azt érezzük, hogy mennünk kell, mert Isten valahová küld, valamit ránk mért, és hát nem vagyunk olyan hetik. Sőt, kicsit keserűen érezzük magunkat. Meg azt érezzük, hogy fel van indulva a lelkünk. De nem csak ezt érezzük, hanem azt érezzük, hogy az Úr kemény kézzel tart bennünket. Kemény kézzel tart bennünket.
amikor odaér, a sorok között ilyen aprólékosan olvassuk ezt a történetet, akkor azzal folytatódik ez a csodálatos repülés, hogy amikor megérkezik a Kebárfalajon mellé, megtalálja az ott lévő, fogságban élő zsidó honfitársát, egy hétig ült, megette Isten igényét, betöltötte Isten igényével a lelkét, beszélgetett Istennel, megtapasztalta Istennek a kemény kézzel való tartását, és mégis egy hétig semmit nem csinált, csak ült és várt, és ott jelen volt szótlanul az ő bűnös népe között. És mikor egy hét eltelt, Isten megszólítja, és feladattal vissza meg. És ez a feladat egy nagyon egyszerű feladat, de mégis nagyon sok hitet és bátorságot igénylő feladat. Őr állóvá tesznek téged. Hogy mi az az őrváró, őrálló? Az őrállónak az a feladata, hogy ő vigyázza a rábízottakat. Vigyázz rájuk, amikor ők alszanak, pihennek, nincsenek felkészülve, és az őrálló múlik az, hogy ne történjen a rábízottakkal semmi baj. És Isten azokra az emberekre, akik Isten igéjét olvassák, és azzal táplálják a lelküket. Nem kell ehhez papnak lenni, meg ilyen fekete ruhában járni. Isten azokra az emberekre ezt az őrálló feladatot bízza, hogy őrködj a te házad népének, a barátaidnak, a körülötted élő embereknek a hitét, az ő életét. Mind a bűnösöknek, mind az engedetleneknek, és mind az igazaknak, akik letérnek az én utamról. Nincs más feladatod, de ez a feladat, hogy megszólítsd őket, hogy megintsd őket, hogy igazítsd helyre az életüket, az én utamra. És lehet, hogy ez nem fog mindenkinek tetszeni. Lehet, hogy azt a választ kapod, hogy mit törődsz te azzal, vagy azt a választ, hogy semmi közöd hozzád, mert ez az én életem. Mindig itt tanórákon el szoktam mondani a gyerekeknek, annak, hogy minden osztálynak, nem minden osztálynak, de nagyon sokat elmondtam, hogy gyertek vagy vasárnap gyerek Isten tisztelet. És fel szoktak bosszantani, amikor már ott rögtön mondja valaki, hát én nem fogok menni, mert én majd csak 11-kor fogok felkelni, és én nem fogok menni. És akkor az ilyeneket lecsendesítem, meg elmondom neki, hogy senki nem kérdezte, de ezt már megszoktam. Hát volt egyszer évekkel ezelőtt egy különös történet, amikor az utcán odajött hozzám egy apuka, leszállt a bicikliről, és azt mondta nekem, hogy ne mondja az ő gyerekének azt többet, hogy ő vasárnap gyerekisten. Ő vasárnap dolgozik, és hát az ő gyereke nem tud jönni gyerekisten tiszteletre. Nem mondjam a gyerekeknek azt, hogy jöjjenek gyerekisten tiszteletre. Utána szóval elküldtem valóban máskor. Mert nekem ez a feladat. Tulajdonképpen a legfontosabb feladat, hogy az embereket, gyerekeket és felnőtteket Istenhez hívjak. Gyere, és jöjj, és legyél itt együtt az Istennel. Tápláld a lelkedet az ő kenyerével, az ő lelki táplálékával. És találd meg azt a Jézus Krisztust, aki nem őrálló, hanem aki maga a jó pásztor, akinek a szavát meg kell, hogy ismerd, akinek a szavát az itt lévőkkel együtt
bárányokét, azokat a füves legelőket, és azokat a csendes vizeket, ahová az Isten elvezeti ma is az őt szeretőket, az őt követőket. Így legyen. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám, köszönjük neked a te igédnek tanítását, annak táplálékát, annak lelki erejét, amely tudja táplálni és erősíteni a mi lelkünket. Köszönjük neked szent lelkedet, amellyel láthatatlan módon most is itt vagy közöttünk. És add, hogy ez a lélek helyet találjon a mi lelkünkben. Köszönjük neked, Istenünk, a lelkünk táplálását. Köszönjük a te igédnek, írott igédnek és hirdetett igédnek a táplálékát, és köszönjük azt a táplálékot, amelyet Ezékiel próféta még nem ismerhetett és nem ízlelhetett meg. Köszönjük neked az úrvacsora táplálékát, a testi kenyeret és a testi poharat, a te értünk megtöretett szent testednek és kiontatott vérednek drága tápláléka, amely által erősíteni akarod ununk a hitünket. Kérünk téged, hogy add a mi szívünkbe és lelkünkbe a vágyakozást, az éjséget és szomjúságot a te igédre és a te tanításodra. Mert te mindig megelégíted azokat az embereket, akik tőled kérnek, akik hozzád járulnak. Így add meg nekünk, Istenünk, a ránk következő hetünkre is ezt a lelki táplálékot. Adj hitet, amellyel minden nap el tudjuk kérni tőled azt, amire a legnagyobb szükségünk van. Mindenható Úrunk, így bízzuk rád az életünket, az életutunkat, a terveinket, álmainkat, gondolatainkat, hogy te vigyázz azt, és te igazgasd akaratod szerint. Add, hogy érezzük, minden lehetséges annak, aki hisz. És ezt a hitet tedd bennünk erőssé. Rád bízzuk, Istenünk, a szeretteinket, a házunk népét, a gyerekeket, unokákat, testvéreket, szülőket, rokonokat, barátokat, akik ott vannak életünk részeként a minden napokban is. Add, hogy legyen az ő életük mindennapi része a te országod és a te uralmad. Add, hogy legyen hitünk, bátorságunk, türelmünk és alázatunk, hogy őket biztassuk, intsük és irányítsuk az egyedül jó útra, a te keskenyőségedre. Imádkozunk, Istenünk, a betegjeinkért. Te gyógyítsd meg, erősítsd testüket, lelküket, hiszen te vagy a gyógyítás Isten, aki ma is csodát tudsz tenni, egyedül csak a hitünkért. Imádkozunk, Istenünk, a gyászban élőkért, hogy nyugtasd meg, végéltesd meg a szomorú, háborgó lelkeket. Csendesítsd el azt, ami nélküled úgy marad. Mindenható Urunk, maradj a gyülekezetünkkel. Tedd erőssé, keményé a mi hitünket, reménykedetlenné a mi hitben járó életünket, hogy jó példával tudjunk mások előtt járni, és növeld azoknak a hitét, akik most nincsenek itt közöttünk. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és marad.